jogszabálysértés miatt 130 ezer forintos pénzbírsággal sújtott a bíróság a március 15-i Mi Hazánk mozgalom rendezvényén való részvétel miatt. Elképesztőnek tartom azt a kettős mércét, amelyet elsősorban a politika alkalmaz Magyarországon, hiszen a lezárásoknak is vannak rendkívül negatív következményei, amelyekre egyedül a Mi Hazánk mozgalom hívta fel a figyelmet, például ezen a március 15-i tüntetésen is. Az ott résztvevőket sorra bírságolta a rendőrség, majd a bíróság, miközben most vadászati világkiállítást lehet tartani mindenféle következmény nélkül, holott a társadalomra veszélyessége a Mi Hazánk mozgalom rendezvényének rendkívül alacsony volt. A rendszerváltás óta rekordszámú, több mint 300 emberrel szemben indítottak eljárást március 15-én, amely azt is mutatja, hogy micsoda túlbiztosítás történt a rendőrség részéről, ez semmiképpen nem indokolt. Mindez nem tántorít el minket attól, hogy továbbra is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lezárásoknak milyen kártékony következményei vannak, és az oltásokkal kapcsolatban is sokkal inkább lenne szükség teljes körű tájékoztatásra az egyoldalú kormánypropaganda helyett.